Kedves Ibolya, szeretném, hogyha beszélnél nekünk egy néhány szóban arról, ami a legeslegelején volt. A gyermekkorodról, hogy érkeztél ebbe a világba, esetleg csak úgy diszkréten, ugye, ahogy a lélek indít, amit megoszthatsz. Annak tanulsága úgy persze, hogy mi az, amiben beleszületünk mindannyian, és mi az, amiből kiemel minket egy olyan kéz, amelyet nem látunk, de mégis érezzük, hogy létezik. És úgy hívjuk ezt ugye szép magyar nyelvvel, hogy gondviselő. Én szeretném meglátni valamelyest, hogy a te életedben, a múltadban, gyermekkorodban hogyan működött a gondviselő, tehát hogyan történt az egész, hogyan kezdődött? Hogy néhány szóba, hogyha? Tulajdonképpen akkor kezdem a legelején, tényleg a legelején. Azzal kezdeném, hogy nem kívánt gyermekként jöttem erre a világra, amit eléggé éreztetett is a család. Uh-huh. Tehát szülők, nagyobb testvérek, mindenki. Tehát nem a testvérek hibája volt, hanem a szülők hibája az, hogy egyáltalán egy szülő miért beszél a nagyobb gyerekeknek arról, hogy hát ők már nem kellettek volna. Uh-huh. Ez így nem volt jó, mert nem volt jó. De aztán, ahogy nőttünk, úgy megtanultam, hogy elképzeltem egy családot magamnak, és akkor abba éltem. És mikor már nem, ez nem fog menni. Ahogy már nőttünk, aztán már nem fájt, mert úgy lassan mindenből állarcot csináltam. Mm-hmm. Tehát mindenhez volt egy állarc. Mint mindannyiunknak végül is, tehát igen. Nem voltál ezzel egyedül. És az állat, igazából az mire mutat... volt jó az állat? Tehát videkezés, egyfajta videkezés volt az? Igen, a... igen. Álmodtam én, hogy milyen vagyok én valójában, milyen szerettem volna lenni, de mivel nem volt így, így aztán én elképzeltem, csak a baj az volt, hogy a végén igazából én is azt hittem, sőt, még bizonyos dolgot most is úgy hiszek, hogy az úgy volt. Uh-huh. Valójában. Ezeket most így szépen és ezek az álmok honnan származtak ki, vagy ahogy? Tehát mi szerint álmodtál, vagy ezek az álmok hogyan kerültek mivel, a te életedben? Mivel a szülőknek fontosabb volt a buli, a szórakozás, és hogy mindig tehát házas vendégség legyen nálunk, ami nem szép vendégség volt, inkább tivornya. Így aztán mi szabadok voltunk. Hála az Úrnak, hogy nem rosszba mentünk, így inkább moziba mentünk, más gyermekekhez haza. És... tehát azért így gyermekfejjel is láttam, hogy azért nem ez a család, ami nekem van a mi ideális. És akkor így onnan merítettem én ezeket a... hát végül is elképzeltem, hogy... mármint nekem a ilyen gyerek. Filmvászonról. Igen, de az is, ahogy tehát más gyermekek otthonában, ahogy voltak, hogy ők éltek, hogy én is élnék úgy, csak úgy magamévá tettem azokat a uh-huh. házeteket. Tehát igazából ilyen messzinen indulhatok én vissza tényleg a problémáimra. És beszéltél volt régebb még, amikor hát először beszélgettünk, hogy volt egyfajta ilyen amit úgy neveztél akkor, hogy családjátok, szerűség. Igen. Édesanyám, hogy, tehát úgy elmesélem az egészet, okay. Így röviden, hogy miután már idősebb lett, felnőttek lettünk, akkor már így nem voltak ezek a viszályok. Tehát a gyermekkorunkban volt. Sajnos lehet, hogy pont a legrosszabb időben csinálták ők ezeket. De miután apum meghalt, akkor ő is úgy változott édesanyja. És akkor így esténként mesélt, és egyszer-kétszer mesélt arról is, hogy ugye ő Vojnafalvi, tehát itt a megyében egyik leggazdagabb vidék, falu, város, már én se tudom, és ő odavalósi volt, és akkor a szülei, amikor meghaltak, de a meghalás, tehát úgy vegyem az elejéről, hogy
ők, édesanyám úgy tudta, de az egész család úgy tudta, hogy meg lettek átkozva azért, hogy a vagyon ne annak kerüljen, akinek került végül is, jogosan került a vagyon oda. És akkor azt én nem tudom, édesanyám se tudta pontosan, hogy mi történt. A lényeg az, hogy tényleg meghaltak a nagyszülők. Úgyhogy édesanyám még árván maradtak négyen. Fiatalon haltak meg nagyszülők. Igen, édes nagymamám volt 37 éves, nagypapám pedig 41. A vagyunk tényleg előszólt, utána államosítottak, nem tudom mi akkor. Akkor voltak itt gyermekotthonba tettek közülük, volt, édesanyám volt a legnagyobb 11 éves, őt előtt a Brassóba szem szolgálnak. Szóval ment így, csak valamilyen szinten kibékültek ott, mi még maradt rokonság, miután felnőttek. Akkor egy részét ott nekik fizették az örökségüket, édesanyámot nem. De aztán most itt bekeveredtem. Tehát az átok végül is az, hogy ugye ők szívbetegségben haltak meg. Nagymamám is, nagypapám is. Akkor édesanyám is, az ő testvére is. És az én testvéreim is. Tehát hogy mondjam neked? Tehát tényleg, hogy igen. Tehát mondom, ez a húgom, akiről az előbb is beszélgettünk, tehát 25-26. Éves volt. De volt olyan a testvérem, édesanyámnak a fiú testvérének a fia, hogy ő 21 évesen halt meg. És pont ebben a betegségben, szívbetegségben. És ugyanúgy, hogy tehát gyűjtött a szívkövizet, tehát nem tudom, ez így a diagnózis mi. Például nem tudom, nekem is ugye az van, hogy szívritmus zavarom van. Uh-huh. Aztán nem tudom, hogy én nem jártam utána, mert én valahogy úgy nem hittem ebbe az egészbe annyira. Hála Istennek, nem hittél annyira. Meg gondold meg, addig meg kéne legyek halva. Igen. Ne is mondjam azt, hogy ugye ténylegesen mondták, hogy tehát ez egy olyan fajta szívbetegség, és nekem olyan rég meg lehet, hogy mondom, nem akartak kiengedni a kórházban, amikor egy adott pillanatban mentővel bementem. Hát, mivel én ki akartam jönni, kijöttem, ugye írsz egy papírt, pár papírt a lajratnak, és kiengednek, nincs evából. Egyébként nem félek. Most se félek, akkor se féltem, mert túl hamar megtanultam azt, hogy sicsúcs, hamar félre kezelnek. Ugye 34 évesen kezeltek, azt hiszem, így először félre, vagy többet, több voltam, nem tudom. Akkor ugye már nyilvánvalóvá vált, hogy beteg lettem, hogy nem tudok kijárni, dolgozni, mert akkor még ki tudtam járni. És akkor Szent Győrre állítak kórházba, ideg kellett befeküdni a komissziót, amíg intéztük, és forró parafint tettek a gerincemre 3 napon keresztül. Az volt az első félrekezelésem, úgyhogy 3 nap alatt, ahol majdnem annyira rosszul lettem, mint ahogy most vagyok. Úgy félrekezeltek. Tehát akkor van az örökletes szívbetegség, amelyet család legtöbb tagja örökölt. Mindenki. És ezen kívül még van a hátgerinc problémát, ami született. Tehát... Én szerintem igen, mert szerintem úgy születtem, csak ugye, mondom, tehát amikor már én kicsi voltam, csak akkor még nem figyeltek oda a szülők erre az ilyen dolgokra. Én az átlag gyermekeknél, akkor akik átlag gyermeknek ugye társaságunk volt, én gyengébb voltam náluknál. Tehát például volt olyan, hogy a kergetőzni kellett, én nem értem velük. Uh-huh. Tehát azért gondolom én, hogy ez így kellett, hogy szülessek. És akkor ez a betegség így tehát intenzívebbé vált az idő folyamán, tehát hogy az évek teltével. Úgy tudnám megmagyarázni, hogy tegyük fel, amit minden évben kicsit gyengültem, mert úgy vettem észre, hogy tegyük fel, amit a tavaly meg tudtam csinálni, idén már nem. Érted? Tehát így, ahogy az évek teltek, úgy mindig gyengültem. Tehát az első az, ahogy zavart, ugye, hogy nem tudtam a lépcsőn járni. Mert tulajdonképpen lehet még most is pálcával, hogyha nem szégyenném, kimennék, de nem tudok fellépni egy lépcsőre. Értem. Csak ha mind a két kézzel kapaszkodik, és a pálcában nem lehet, mert pálcastól felesnék. Értem. Tehát akkor ott tartunk, hogy van egy örökletes családi betegség, amely feltehetőleg egy átokkal kötődik össze, és a család legtöbb tagja fiatalon meghalt ebben a betegségben. Igen. És akkor te így most ugye, ha nem titok, 48 évesen kakuktojás vagy valamelyest. Igen.
Mert elvileg te is el kéne legyél temetve, mint igen. Ahogy, ahogy a család többi tagját eltemették ebben a betegségben. Igen. De ez nem történt meg. Ezen igen. Kívül még így milyen problémák értek az életed folyamán, amelyek... Betegség? Hát ilyen betegség, hogy mik történtek, tehát milyen dolgokból, milyen dolgokban, milyen betegségben volt segítségedre a gondviselő, akit akkor nem ismertél talán annyira, mint most. Tehát még van egy született betegségem, ami ugyancsak szerintem születés közben kapható, tehát a csipőficam, vagy baloldali csipőficamon van. Az is zavar, mert ugye lehet, tehát a gerincem is el van attól deformálódva, mivel a bal lábam 5 centivel rövidebb. Aztán volt még egy rutin műtétem, mandula műtétem, ami 23 éves koromban történt, de annyira rutin műtét volt, hogy szinte meghaltam ott is velem volt a teremtő. Édesanyám akkor még élt, lejött meg látogatni, mert Szent Györgyen műtöttek meg, benézett a szalomba, és kiment. Tehát úgy megszenvedtettek, hogy tehát lila voltam, kék voltam, minden voltam, mert túl nagyok voltak a mandulaim, és nem csináltak rendesen meg az analíziseket, és ugye el se tudtak zsibbasztani, leköttek, és kitépkedték a mandulámot, és akkor szinte elvéreztem. Tehát úgyhogy úgy azt is hitték, hogy meghalok. Úgyhogy az is ilyen érdekesen történt. Akkor éjszaka nem vettük észre, egy csomó vér lefolyt a torkamba, a torkamon a gyomromba, és akkor az éjjel kiakasztott engem. Így kikapcsolódtam, és a harmadik emeletről ki akartam szökni. Mert én nem emlékszek, de ott voltak kicsi gyermekek, és az egyiknek a mamája azt mondta, hogy meggyőződéssel mentem én neki az ablaknak, mert én azt hittem az ajtó. Na de szerencsére, mivel gyermekszalon volt, vasracsú, úgyhogy nagyon nem tudtam volna, csak ha megerősödtem, és kitörtem volna, aztán egy idős asszony megfogott, visszahúzott, és azzal úgy vissza is jött a vér, és akkor attól megmenekültem. Na de utána úgy elájultam, hogy a doktornőnek akkor pont volt két kicsi babája, egyik volt egy másfél éves, másik egy pár hónapos, és arra ébredtem, hogy egy kicsi szőkefején, épp voltam picurka, 50 kilóska, úgy ütött engemet, hogy kávé, két gyermekem van, fejké, nevelek, mit képzelsz, hogy itt ennek én nem ébredsz fel, így azt hitte, hogy meg fogok halni. Na, ez volt még egy ilyen rutin műtét. Akkor ugye most nemrég, ugye ezt is elmesélem, hogy bementem megint csak egy rutin vizsgálatra, kórházba. Igaz, hogy rosszul voltam, tehát nem volt olyan egyszerű, tehát hívtam egy mentőt, bementem. Kiderült, hogy nem a vesém állt le, hanem simán csak egy úgyhogy fertőzésem van. De vizsgáltak tovább, és akkor ugye kiderült, hogy meséltem, hogy a legrosszabb folytom étaganatom van. Hát azonnal ott akartak hagyni, hogy nem tudom, tehát kezdik meg a vizsgálatokat, és műtnek meg. És mondtam, hogy nem, hát azaz itt nem úgy megy, hogy bemész egy fejfázásra, és rögtön szétvágnak. Úgyhogy eljöttem. Eljöttem, azt se engedtem meg műtség. Tehát azt mondta az orvos akkor, hogy mivel a legrosszabb fajta, hogy nem is lehet ki, tehát nem lehet megműteni, úgyhogy magát a daganatot műtik meg, hanem teljesen a méhét el kell távolítani, mert maga a méhfa rákosította. Így azt mondta, hogy vigyázzak, mert ki tudja, hogy mióta megvan, és akár 4 hónap is megtesz, hogy meg lehet halni. Hát én viccet csináltam belőle ott. Egy fiatal orvos volt gárdában, mondtam, hogy hát ez nem szokott elmúlni, nem fog csak úgy eltűnni. És mondta, hogy nem, ezzel ne vicceljek, mert... a legrosszabb fajta. Aztán megmutatta, tehát megmutatta a monitoron, hogy mekkora volt a daganat. Ez mikor volt? Hát szerintem több, mint 2 éve. 2 éve? De akkor már tényleg, hogy nem tudtam sokat az úrra, de azt mondtam, az ő kezébes kész. Ugye az előtt láttam a
Skype-on a húgom megmutatta, hogy ugyanúgy azzal műtötték meg, hogy őt, tehát neki is mélyreganata volt, és azért Németországban műtötték meg, és mégis tönkretették, tehát pú. Nem, tehát én szerintem inkább haltam volna meg, mint hogy ebbe belé menjek. Mm-hmm. És ugye most 5-6-7-8, ó, már nem is tudom, ugye csikba voltam, akkor máldaganatom volt. Azt mondták, ó, hát csak egy picike vágás nem lesz, hát ó, hát csak mintes, akkor közben mégis, ó, akkor a sebhelyet csináltak, és akkor rosszul vártak be, és akkor, tehát azóta is ebben van probléma. Akkor nem kegyelmezett a sors, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát jöttek a figyelmeztetések, az volt a jobb mellembe, lett a bal mellembe is. Ugyanúgy. Tehát nem, tehát ebben volt egy 5 cent is a jobb mellembe. Bormálemben lett csak egy 5 cent is, nem, ebben volt egy 3 cent is, és jó, mindegy. És akkor, hát nem tudom, hány évre rá lett, rosszul abban állok a dátumokkal, úgyhogy nézd el nekem. De akkor már nem mentem bele. Azt mondtam, hogy nem, tehát ott nem engedem, hát én még egyszer ezt a fájdalmat nem. Tehát akkor azt nem ütötték meg a másodat? Nem engedtem még. Hát... És nem terjedt, vagy nem növekedett a... Nem, mert azért kell tudni, hogy azért vannak emberek is, akik tudnak valamit, én felmentem csikba, és ott meghúzogatta egy bácsika, és nem sem elemet, hanem a hónyomajat a mirigyeket, és elment. Tehát ez nem volt az a rossz fajta, tehát ez uh-huh. egy ilyen ciszta volt szerintem. Elment. Igazából, amitől féltem, az azért volt, ugye, hogy ugyanaz év elején, mert hogy hányban volt, azt nem tudom, de ugyanaz tavasz, ugyanabban az évben tavasszal, Bémeken itt voltam, itthon kézdint a kórházban, fájt a gyomrom. És akkor bevitták, bementem, nem kellett vigyenek akkor, és akkor kezelték vérzőgyomor fekélye. 4 napot. És akkor attól rosszul lettem. És akkor Isten megsegített, tényleg megsegített, mert az orvosnak el kellett menni Magyarországra a konferenciára. És átvett egy más orvos, és azt mondja, hát miért szedem ezeket a gyógyszereket? Hát az orvos azt mondta, hogy vérző fekélye most. Az, még fekélye sincs, nem, hogy vérző. És akkor azokat megszüntette azokat a gyógyszereket, és egy kicsit alaposabban kivizsgált, és akkor kiderült, hogy le volt szakadva egy darab. Hát nem tudták ők akkor még, azt mondták, hogy ki kell vizsgálni, egy csomó fájdalmas vizsgálaton keresztül mentem, és akkor, hogy ez azért kellett, hogy... Nem úgy van, azt mondta az orvos, mint régen, hogy egyszer vágunk, és aztán megtudjuk, hogy mi a baj, hanem tudjuk meg, hogy mi a baj. Tehát egy csomót kínosztak, nem tudták meg. Felvágtak, és akkor derült ki, hogy ugye, mivel én sokszor esek, lépcsőn is sokszor estem ki, leszakadt egy darab vastagbél. És az ott mindenfelé akadt be, ahova neki nem lett volna szabad, és az csinált azokat a fájdalmakat. De ugyanakkor volt egy érdekes dolog is, mert ugye, valamikor, nekem nagy, igen, nagy a fájdalom küszöböm, vakbél gyulladásom volt, és nem mentem vele orvoshoz. És ez, amikor megmutatták, fel voltam vágva, akkor derült ki. És utána kérdezte a sebész, hogy mondjam meg, hogy miből vagyok én, hogy más ember azt mondja, hogy elkapja a vakbélgyulladást, azonnal mentek. És az enyém azt mondja, nem csak, hogy nem mentem, hanem még be is tokosodott. Azt mondja, hogy hogy bírtam ki azt a fájdalmat, tudod, valami tok lett ilyen, nem tudom mi. És azt mondja, hogyha azzal egy rosszat estem volna, vagy valami, abból baj lett volna, mert akkor békerült volna. Kiszakadt nem tudom. Igen, kiszakadt volna, és békerült volna, véráramba, és minden. Na, tehát azért féltem én úgy, hogy ugye gondoltam a málműtét, nem fáj, tavasszal volt az a... Tehát egy évben kétszer elaltatni, mert az volt az egészben a legrosszabb, az altatás. Mert először itt műtöttek meg gyomorra, és hú, az valami borzasztó, amikor altatnak el. Érzed, hogy rosszul vagy, félsz, hogy nem ébredsz fel, hány ingered van, és akkor még a szájadat is teszik azt a maszkot, hú, na de akkor kellett menni csikba a műtétre, és akkor azt így azt mondtam, kész, többet nem vágunk. Tehát így végképp, amikor a csikba megmutatték a málmet, akkor utaltam meg az egész orvosi eljárás. Tehát, hogyha az Isten ezt akarta volna tényleg, akkor nem adott volna
A nőknek csak egy mellett, hogyha az egyiket úgyis le kell vágni, nem adott volna méhet. Mit tudom én, mindenből adott volna egyet. Hát, hogyha mire meghalsz, mindenedből egyet kivesznek, hát akkor mivel? Hogy lehet, hogy én fél kezedet, fél szemedet, fél lábadat, mindent, mert hát egy neked elég, az nem így megy. Csak akkor hoztam ezt a döntést, hogy tehát amíg élek, élek ezt a... De én az úr kezébe adtam. Nem, én azt mondtam, nem, ha meghalok, meghalok, de én nem megyek oda, hogy tehát ott most ezt a vagdasson, akkor megint úgy nem. És az altatásról, ne is beszélek, hogy félek az altatást, ami a rossz. És ugye csíkból képzeld el, hogy ez a tavasz, így tudtam én a félelemhez akartam valamit, mert nem esett le. Ugye itt tavasszal megnyitották, és féltem az altatástól. Akkor csíkba felkerültem, és akkor ott volt egy olyan iratlan szabály, hogy egy héten egyszer műtöttek gyomrót, egyszer ezt, egyszer azt, és így ezzel gyűjtötték a betegeket. És egy hetet kellett várjak én, befektetve, amíg a melleket műtötték, addig a napig. És én annyira féltem, hogy amikor én bekerültem, engem megmértek, hogy hány kiló vagyok. De hétvégig fogytam 7 vagy 8 kilót. Félelemtől. És amikor műtöttek, aznap nem mértek meg. És ugye az altatás azok van, hogy hány kiló vagy, azt szerint adnak. És lefogytál addig? Én addig 7 kilót, vagy nem tudom mennyit lefogytam, engem úgy elaltatta, hogy akivel, tehát engem megműtöttek, előttem megműtöttek egy nőt, vagy utána, nem tudom. Tehát mindenki fej volt ébredve, mindenki köszöni szépen, ma jó volt, és én még az intenzíven aludtam. Igen. Úgyhogy jó. Hát akkor hát jól megjárt az orvosokkal. Kizárólag csalódtam. Tehát azt nem mondom, hogy így, mint ember nem volt szimpatikus orvos senki, de maga az eljárásikban csak csalódt. Tehát olyan volt, hogy kávézni kávéztál volna vele, de igen, az ő kezében nem adtad volna az egészségedet. Igen. Értem. Hát, és volt neked olyan, létezik olyan betegség, amivel még nem találkoztál ebben a test. Hát annyit felsoroltam már mostanig is, hogy én már a legelsőt elfelejtettem, amit mondtam. És ezen kívül még volt olyan más olyan szerencsétlenség, ami arra utalt, hogy, hogy azért a halál nagyon-nagyon keresgél tégedet, tehát mindenképpen ki akar venni ebből a világból. Volt-e még ilyen, bármilyen? Hát volt, autóbaleset is. Autóbaleset is. Uh-huh. Hát az is látod, hogy hogyha meggondolom, akkor figyelmeztetés volt, hogy itt, ahol most jöttetek le, itt Szentleleken, ott egy akupunktúrás pasos, akkor mindenki, hát ez nagyon rég volt. Ez lát, mindent megelőzött időben, hogy... Hú, akkor a Barni Kínába tanuls, akupunktúrás, mindenki meggyógyuls, akkor menjünk. És mentünk is egy hátat. De aztán, amikor jöttünk haza, tehát nem egy hétig ott voltunk, hanem minden nap mentünk. És az utolsó délután, amikor jöttünk haza, akkor ezért tényleg csattantunk egy másik autóval. A húgomnak, amelyeket az előbb mutattam, annak a báty, az apjával voltam a testvéremmel, és úgy képzeljétek el, hogy tehát a sofőrnek nem történt semmi baja, de a bátyám kiszakadt székestő, és felszakadt az ölömbe, így székestő. Úgy összetört a lábam, nem törött el semmi, de gondold el, annak a széknek az alja vas, meg play, meg mindenféle. És az autónak a tulajdonosa, hát nagyon kedves ember volt, és segítőkész, már én kiabáltam, hogy vegyétek le a széket az ölömből, és Ferinek is, hogy legalább ő szálljon ki a székből, hogy annyival is legyen könnyebb. De le is szállt, a sofőr is kiszállt, és engem ott hagytam, és nem szedték a mezőről a kocsinak az alkat. Ez ez, de fájdalmam tényleg így most utólag lehet már rajta, én kacagok rajta, de tehát egy gyomorba ütött, gondolod, és az orromot megütt, és ilyen orrom lett, minden, és ott nem törött el, semmi is meg se hallottam, mert ugye itt vagyunk, de... Okay. Na. Úgyhogy hát aztán, de nem mentünk. A gázpalackot... És látod, így ahogy most ezt elmeséltem, nem tanultam, hogy az valami jár lehet, hogy nem menjek oda, hanem megint csak itt a faluba, a közeli faluba, Csernátomba volt egy gyógyító asszony, már nem tudom, hogy
minek nevezték, de annak mindent mondtak, hogy az energiával gyógyíts, az maga az Isten. És ki is mentünk. Az nem csinált semmit, csak lefektetett, és így a kezivel mondta, hogy rakom hára a csontjaid, hogy fénytelenek a csontjaim, és azért vagyok beteg, és minden. Hát oda is elmentem párszor. És az se tűnt jelnek, hogy az asszony meghalt. Mielőtt engem még kezelt volna, még párszor. Azt nem tudom, hogy meggyógyított volna, de a lényeg az, hogy meghalt. A másik asszony, akit kezelt? Nem, az, aki kezelt. Jó. Az halt meg. Nem, én oda egyáltalán mentem, oda nem vittem gyógyulni vágyott. Szóval így. Az előbb akartál kérdezni velemet. A gázfalackos történetet. Hogy? Hát, azt hogy mondjam már, tehát a részleteiben, nem? Hát az, hogy mit dolgoztunk, meg mivel az már kevésbé, de többek között gázza. És egy adott pillanatban fel voltak töltve a palackok. Igen. És ugye mivel le voltak hűve, tovább kellett volna osztani kisebb buteliába, így felmelegítettük. Felmelegítettük, és úgy próbáltuk utána kisebb buteliakba áttölteni. De ez csak tár volt, egyedül voltam ott, és a nyakat levette, tehát a buteliát, tehát a slagot, a csapot, mindent. És a kajhában szén volt, úgyhogy azonnal, ahogy kidugott a gáz, azonnal robbant is. Úgyhogy... Milyen távolságra volt átőle? Palacton? Hát az arcom maga, a palacdós, ahogy felrobbant, nem volt több 40 centini. 40 centi. Úgy gondolom, hogy ezért is fontos, hogy videóval veszük fel ezt a beszélgetést, mert tudjuk jó, hogyha valakinek az arcától 40 centire elrobban egy gázpalack, azért az, hogy általában maradandó nyomokot szokott hagyni az embernek az arcán. És nem is kicsi gázpalack robbant-e. És nem úgy nézel ki, mint akinek összeégett az arcon, pedig... Hát, az biztos, hogy a Teremtőisten ebben tényleg, hogy... Egész komolyan mondom, hogy hú. Tehát, a robbanás után mi következik? Tudod-e, hogy Attila most, ahogy fejtette a kérdést, lejátszódott egy kép a fejembe, hogy gondoljátok meg, hogy jóval kisebb palac vagy bármi fejrobban, főleg ilyen közel. Tehát nem csak, hogy akár nyomok maradhatnának az arcomon felé, én is fejrobbanhat. Tehát a fejem szétmehetett volna. És mi történt tulajdonképpen a robbanás következtében? Akkor azt mondtam, szerencsém, de most azt mondom tényleg, hogy a mindenható velem volt, hogy nyitva volt az ajtó. Már tehát nem egy fa ajtó volt, hanem egy fa ajtó plusz egy rács. És ugye tudni kell, jött a munkások, abba, az órába jöttek ki, és ahhoz, hogy tudjak én nagyobb buteliakot áttölteni, és ne zavarjanak, az üzlet részét bezártam olyankor. Viszont olyankor bezártam a bejárati ajtót is. De hogy ne is tudják, hogy ott vagyok, lehúztam a rácsot is, hogy tudjak tölteni. És evel azúttal nem tettem meg. Képzeld el. Mert gondold meg, hogy elő lehúztam a vasrácsot az ablakon, tehát ahol az üzlet része volt, és hogyha bezártam volna, és még a vasajtót a műhelybe. Tulajdonképpen a nyomás, a robbanást, igen, hol dobott ki az épületből? Kidobott a parkírozóba. Az ablakon keresztül? Vagy? Nem, az ajtón, az ablakon le volt húzva a vasrács. A parkírozóba? Uh-huh. Igen. És kb. Hány métert repültél, sikerült repülni ezzel a robbanással? Azért nem gondolkoztam, hogy hány méter lehet oda. De így. Több méter is volt ott? Szerintem 10 volt. Igen? Igen. Hát legalább 4 autónál dobott. Nem törött el csontig? Nem törtem ezt a én kocsit. Nem törött el semmit, képzeld el. Pedig aszfalt volt a parkírozóban. Hát, jó, én úgy gondolom, hogyha itt most lezárnánk ezt a beszélgetést, már idáig is egy nagyon brutális, kézzelfogható, élő bizonság lennél arra, hogy van egy olyan erő, amit tényleg a magyar nyelv nagyon szépen megfogalmaz, gondviselő erő, ami még a lehetetlenben is olyan oltalmat ad az embernek,
amit tényleg, ami megcáfolja a fizika törvényeit, a természet törvényeit. Igen. Tehát akkor sok mindenen keresztül mentél. Mi van olyan annak történet? Ellenére megóvott, hogy nem ismertem. Tehát az teremtőt nem ismertem. De kerested. Kerestem. Igen. 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 Mert tehát ezek, ahogy mind történtek, ezek a jó dolgok velem. Közben ugye én elhagytam a katolikus vallást, elmentem reformátusnak, mert azt hittem, hogy ott majd, ha egyik templomban nem költözött be minden hat, akkor valószínűleg ott lakik a református templomban. Megköltözik a másikban. Igen. De azért elmentem, megnéztem, ott se volt. Hát... Hol kerested még? Most már akkor ez tulajdonképpen most a videónak a második része. Igen. Ami ugye arról szól, hogy elkezdtél keresgélni, kutakodni, igen, hogy igen, hol találhatnál gyógyulást, vagy igen, megnyugvást, vagy igen, békességet. Így van. Gyógyulást, mindenhatót, tehát kerestem én nagy kereső voltam. Igazából... Tehát tulajdonképpen a sorsot olyan szempontból, mint pozitív dolog volt, pozitív tényező arra vonatkozóan, hogy arra motivált, hogy keressél. Így van-e? Tehát a maga a sors mindenképp, tehát hogyha más nem is volt jó, amikor tele is volt fájdalommal, arra motivált, hogy keressél, hogy feltedd a kérdéseket, igen, és próbálj válaszokat találni rá. Hát igen, mert tulajdonképpen én ezt az egészet, tehát nem volt, tehát talán nem volt nap. Tehát egy ilyen mély bánatból, elégedetlenségben, nem tudom, miben éltem le így ezt az egész dolgot. De közben elmentem én azért még hetednapi adventista gyülekezetbe. Tehát is. Ez a harmadik templom. Hát akkor még nem volt az templom, mert akkor még nem már volt szabad. Idézőjelben templom van. Az első katolikus templom, igen, református templom, igen, csak az adventista templom. Igen. Idézőjelben írtam, hogy igen, jó, mint vallási felekezet. Igen. Párhuzamosan mentem Jehova tanúkhoz is. Ott is jártam. Nagyon intenzíven kerested akkor. Igen. És akkor ugye a hetednapi adventistát elhagytam azért már, ugye a keresztapámmal mentem, ő volt a tagjuk. Hát a végén én oda már azért mentem, mert ugye szimpatikus út, mondjam úgy, mert már nem szerettem keresztapámat, mert ő közben megtagadott engem, mert azt mondta, hogy amikor ő még nem volt megtérve, akkor keresztelt meg engem, és mivel most már ő meg van térve, már nem vagyok a keresztleánya. De azért szimpatiából mentem vele. Ahogy ő meghalt, oda nem mentem. Tehát reformátushoz nem, katolikushoz nem. Még mentem a Jehova tanúihoz. De Isten bocsássa meg nekem, de oda már csak veszekedni mentem, mert tényleg nem tetszett, amit csináltak, tényleg nem. Viszont az előbb beszéltem itt a szomszédnéniről, őt viszont mint embert nagyon szerettem, szomszédnéniet gondolom, hogy... Ő is tagja volt a javatlanul. Igen, ilyen pici gyermek ekkor ott, tehát úgy is mondtam neki, hogy mami. Mivel őt nagyon szerettem, vele nem veszekedtem, de minden más jehovával igen. Aztán ő meghalt, ez is elmaradt, úgyhogy ez sem volt igazi. És aztán jött a hétgyüli. Az tényleg jónak tűnt, rövid ideig. Nagyon rövid ideig tűnt jónak azért, mert már... És mi tűnt jónak a hétgyülekezetében? Így, hogy kérdezed... Én ezért nem is gondolkoztam, de én mielőtt egyáltalán, hogy találkoztam volna velük, én tényleg hittem, hogy az embereket, amikor így esnek el, érted, hogy az tényleg a Szent Szellem csinál, és akkor gyógyulás van. Úgyhogy igazából én Magyarországra telefonáltam ki, akkor még tévéztem. És amikor voltam hétgyüli, tehát a Vidám vasárnap. Igen, az. Akkor alul mindig felváltva szögnösed, hogy írhatsz SMS-t, meg telefonálhatsz is. És annyira kapkodták a számokat, a telefonszámokat, hogy legalább egy óránba telt, amire leírtam a számot. De annyira akartam. Tehát vették el egy fél számot, vagy nem is láttam meg, de leírtam. Képzeld el, ilyen ambícióm volt, hogy... És akkor felvettem kapcsolatot velük a magyarországiakkal, és akkor ők segítőkészek voltak.
mert kerestek nekem közelibe. Akkor Szent Györgyön volt, és akkor itt valamelyik közeli faluból, Szent Györgyön, ahol most jöttetek le, volt egy házaspár, és akkor összeismerkedtettek, és akkor együtt mentünk le minden hétvégén. De azért valamilyen szintén átmusták az én agyamat is, hogy tudjátok, mert láttam, tudtam, hogy nem fog semmi se történni, nincsen ott se Szent Szellem, se a Jóisten, se az Úr Jézus, ott semmi sincs, csak az emberek potyognak el. És mégis annyira akartam, hogy megkereszteljenek. Tehát valamilyen szinten tényleg, hogy menjen az agymosás, mert hogyha én olyan nagyon kerestem az Urat, olyan nagyon meg akartam gyógyulni, láttam, nem történik semmi, mégis minek akartam a bekeresztelkedni oda. De megtettem. Megkereszteltek. És amikor volt ez a, mondtad azt, hogy megérintették az embernek, hogy a homlokát elestek. Igen. Akkor te is elestél? Nem. Én nem aztán. Nem akartál esni, vagy hogy? Nem, én azt mondtam, hogy nem tudom, az itt valamilyen szinten józan maradtam, tudod? Már én azt a részét tényleg nem tudom, hogy működik. De képzeljétek el, hogy az első három sorban bogyogtak az amerikán, érted? Tehát nem tudom, ez egyfajta színház volt, nem tudom. Nagy volt a kenet, nem tudom. Én a negyedik sorba álltam. És az én soromban egyszer esett el egy kb. 150 kilós fehér nép, na, az aztán ott tört. De senki nem esett el. De abban a sorban. Tehát elő, hogy miért estek el az emberek. Most nem akarok rossz lenni, és nem akarom azt mondani, hogy megjátszotta mindenki magát. Mert valami volt, érted, mert volt. És most bekeveredtem. És akkor te hogy voltál? Tehát mi volt a te hozzáállásod, amikor láttad azt, hogy ez fog történni? Hogy álltál te hozzá, hogy... Én láttam, hogy ez így nem olyan könnyű, és akkor elmentem a pásztorhoz, mert ezért volt olyan, hogy az alkalom után kimehett, és beszéltél a pásztor, az Atya Isten, bocsánat. És kimentem, és beszélgettünk, és mondtam, hogy én miért jöttem ide, meg akarom találni az Urat, és meg akarok gyógyulni. És hát azt mondtam, semmi probléma, meggyógyulsz. Nekem az érted szembe velem, elkezdett ordítani, köpködött szembe, mert jó közel állt rám, és akkor fújt rám, hogy te, tiszta komédia. És akkor látta, hogy nem esek el, érted, mert ő azt akart, hogy elessek. De mondtam, hát gyenge vagyok én, de ennyit ő, hogy megfújsz, kis csávó, mondom, nem. Jó, bocsi. És akkor hívott segítségeket, volt egy gazdag pasos, néha ő is prédikált, és akkor is volt az egyik ész, és akkor annak a felesége, még valakik voltak, és akkor így körbeálltak, tudod, megfogták egymás kezét, még jobban ordítottak. De akkor már fogták az én kezemet, és egy ilyen kört alkottunk. Aztán nem gyógyultam meg, persze. Volt... Ez Szent Györgyön történt? Igen. És aztán volt, ugye nálam beteg is, betegebb ember is fiatal volt, egy fiatal pasos kerekesszékben. És a szegény felállt, és ott szerencsétlenkedett, érted, szögdösött, mert így kellett, tényleg kellett szögdösse és táncolja, és akkor, tehát így elvesztették az emberek a kontrollt, mert szögdöstek, mint a rockkoncerten tölt, hogy csak kutyájba is szögdöstek. És akkor egyszer csak elkezdted látni, mint a... Tehát mind a gumilabda, egyszer csak egy-egy különösen elkezdett szegdésni, és de felszegták majdnem a plafon igényt. Katasztrofa. Volt az a szórakozott professzor. Gumit ragasztott a futballisták lábára. Úgy képzeljétek el, létedett, úgy kezdett szegdésni, nem szegdésztett, hanem mint a felvette volna valami őket. És akkor abból a sumból összeestek. Tehát nem törött el soha senkinek keze a lába, érted? Érdekes volt az itt. Bár egy alkalom volt, akkor komolyan megijedtem. Megijedtem, mert nem jártam meg, de elgondolkoztam. Egy szép fiatal pasas volt. 20 éves lehetett. Minden a helyén volt, hogy mit keresett ő ott a gyiliben, nem tudom. Szépecská volt, házasodhatott, egészséges volt, jól nézett ki minden, hogy mit keresett ott, nem tudom. És ment a dicsőítés, és
egy adott pillanatban az a pasas megőrült, érted? Tehát ott más alkalmak is voltak, tehát vendégség minden nap a teremben, és az a pasas, tehát ilyen jó izmos, olyasmi volt, mint Levike, de jó izmos, megfutamodott, érted? És mindenki totál megőrült, érted? Kifutott a gyülekezetbe. Aztán mondta később, hogy ott járdás, utons, mindenhol futkorázott. Tehát abban, hogy mi lett, a jó ég tudja, el is üthette volna valami. De az Úr vele volt, és visszaért. Emlékszem, hogy amikor először beszéltél erről, akkor azt mondtad, hogy amikor volt ez a felborítás, akkor imádkoztál, hogy legyen meg Istennek az akarata. Tehát ha el kell esél, akkor esél le. Igen. És ha nem, akkor igen, nem. De igazából ő azt akarja, hogy elesél, akkor esél, és ha nem, akkor nem. Azt így tényleg kifelejtettem, de valóban, hogy sok minden rosszba, mocsokba belé mentem, de azt nem tudom, de most már gondolom, hogy volt valami tárva az Úrnak már, ugye, bár nem tudom, hogy miért mondtam, de minden, bármibe belementem, mindig kértem az Urat, hogy nem az, hogy ne esek el, hanem ez már visszamenőleg is mindenben, hogy ha nem tőle van, ne engedje, hogy hasson rá. Uh-huh. Semmi. Tehát mindig imádkoztál bármibe? Bármibe. Tehát, hogyha a fejem azt mondta, hogy ez 100%-osan jó, ez helyes, ez tiszta, ez itt becsületes dolog, akkor is megkértem az Urat, hogyha ő tudja, ne engedje hozzám közel. Uh-huh. Tehát tényleg ez mindig itt volt, hogy jó, nem mondtam például, amikor a mézgyűliben nem fogod elmondani a pásztornak, ha jövök ide, de nem ilyen imán van, hogy részben írtozok attól, amit ti csináltok, és ezért az is gyanús volt, tudod, hogy mikor legelőször mentünk, nem volt ilyen másodszor, olyanok voltak, mint a kicsi baranka, két, de mindenki ült, stapsolgott, és énekelgettek, vagy 4-5 alkalom is elkételjen, ahhoz, hogy te barátkozol velem, velük, hogy jársz oda, hogy nem csinálnak ilyen durva dolgokat, nem verik főthöz magukat az emberek, se a pap nem veri főthöz őket, tehát a pásztor. Tehát hogy mondjam neki, hogy ne ijesszenek el. Uh-huh. Tehát amikor csak vendég vagy barátkozol, akkor nem csinálják ezt, érted? Értem. És a másik pedig az, hogy hát hogyha ne lettem volna beteg, és tényleg ne akartam az Urat megkapni, akkor én ott maradtam volna. Mert ők olyan megengedők. Tudod? Tehát volt nekem egy barátom, onnat, jó barátom, aki végül is a kapcsolattartónk volt a magyarországi gyüli között, és itt a Szent Györgyi között, amíg én oda elértem. És ő mondta, hogy hát azért gyere, amikor már kezdtem, hogy nem menjek, de kimaradtam. Gyere, mert azért ugye látod, milyen jó, és azért lehet egy kicsit a nőknek pletyózni, osszassátok egy kicsit egymást. És mondtam magamban, álljon meg a menet. Ha én pletykálni akarok, elmenjek akkor, úgy tudom én, ki ide a főtérre. Van közelebb is lehetőség. Igen, nem, még lesz Szentgyőrre, hogy pletyózzak. De azért úgy már kezdett sántítani az egészet, mert mondom, közös autóval mentünk, hogy olcsóbban legyen. És hazafelé bizony elég szépen kiosztották egymást. Akivel jöttünk, azok már sok éve jártak oda. És akkor így. Na. Tehát azért, amikor pont a segéd, hogy mondják, tehát ő is néha prédika, akkor hogyha... Segéd lelkész. Igen, akkor hogyha ő mondja neked azt, hogy hát azért megengedő, és akkor gyere, bocsánat, pletykálhatsz is meg. Ugye gyüli közben kimentünk, és pipáltunk, és éppen kávét nem, és a rossz, ami volt, érte, de ami megint a legelső alkalommal, nem tudom, tényleg át volt mosva már. Előzőleg át mostam minden az agyamot, mert amikor bementem, bár Bibliát nem olvastam, még mindig nincs gyakorlatom benne, az a történet, hogy amikor az Úr Jézus a templomba szétvárta a zárusoknak a cuccát, és amikor én bementem, az fogadott. Tehát elméletileg az egy egyház volt, ahova én mentem. És képzeljétek el, legalább egy 5 méteres asztal volt, aminek a fele cuki volt, se fele könyvtár. Uh-huh. Tehát cukrázza is könyvtár. Hát gondold el. Ilyen keresztény könyvek. Keresztény könyvek, igen, de hát most képzeld el, hogy nem tudom, hányan voltunk, de nem volt kevés ember. Azért a pásztornak se lehetett egy szép látvány
5-600 ember szembe majszult vele. Tehát ott végig. Tehát úgy képzeljétek el, az emberek bementek, vettek könyvet, mentek, vettek nápolyt, kekszett, tészta, cukorkácsokról. A Gyüli, tehát amíg tartott az egészet, mindenki evett. Érted? Recsegtették a cukorkákat, meg minden. Jó, néha a pásztor. Igen. Tehát mindenki recsegtetett, érted? Most képzeld el, hogyha volt vagy 300 ember, nem tudom hányan voltunk, nem voltunk túl sokan. És akkor egy, aki szemben van veled, az egy dolog, hogy szemben van egy ember veled, és az nem csinál semmit, észre se veszed. De a pásztornak nem lehetett valami szép látva, hogy mindenki evett. Vettetek? De nem volt engedmény úgysem, mert legalább csináltak, úgyhogy 2 órát tartott, egy szünet, csak akkor még 2 óra, de nem. Egybe ment le az egész. Gondolt, hogy a cukorkával, meg a süteményekkel az embereknek nagy buta türelmük a prédikációhoz, tehát szükség volt a cukorkára, hogy a prédikációt is elfogyasszák melléje, vagy... Nem. Ha egyáltalán bármi helyes lett volna abban az egészben, akkor egyszerűen nem lett volna ott, amit keressen. Az az asztal, vásár. Uh-huh. És ne is mondjam, hogy tehát a könyvek előtt volt egy kartondoboz, azon írt a szegényeknek pénzt belé. A cuki részén volt mondjuk a számláira, az, amelyiknek nem tudta kifizetni. Akkor azt nem tudom, még az ajtó között azt hiszem nem volt verseny. Viszont, hogyha nem adta, tehát volt, és muszáj volt, könyvet vegyél, érted? Tehát nem úgy volt, hogy neked nincs pénzed rá. És azt senkit nem érdekelte, hogy a Bibliát nem ismered, és nem volt? Nem, azt a pásztor elmondta nekünk a frankót, hogy mit kell csinálni. Vagy éppen mit nem. De nem az, hanem hogyha például Isten, bocsássa meg nekem, hogy nem, tehát nem tudom. Én se, de ma se vettük észre, hogy tényleg ott igazságot nem kaptál. De viszont azt kaptad, hogyha nem volt neked pont annyi pénzed, hogy egy alkalom alatt is volt, hogy 5 dobozba kellett pénzt tegyél. De nem csak, hogy a pásztor kinézett, ha nem tettél, hanem maga az emberek is, tehát a hívek. Ne tudod? Tehát olyan nem volt, hogy nekem volt 270 lányugdíjam, és minden hétvégén 5 persejbe hova tegyél pénzt, és még adjad a tizedet. Tehát az így nem ment. És azt, amikor jöttek, azt nem tudom, hogy akkor, amikor a kassal jöttek, hát azt hittem először, amikor először oda mentünk, azt hittem Mózes kosa, azt hittem kicsi baba van benne, akkor a kosára jöttek pénzét. És kérdeztem, hogy miért. Nem, ekkora átmérője volt a kosárnak, aztán legalább így, hát nem tudom ez mennyi, de ekkora volt. Közel 1 méter magas volt. Fonott kosár. Igen. És kérdeztem a tapasztaltabbaktól, akivel, mert ez a legelején volt már, hogy így meglepett ez a nagykös. Azt mondták, hogy azért, hogy ne lássa senki, hogy ki milyen pénzt teszem belé. De azért szépen megtelt a vége felé. Az összes? Nem, tehát még az egész. Nem, egy volt kas. No. Levent, hát egy méteres kas volt ilyen átmérője. Hogy telt volna még több is belőle? Nem. Na, tehát azért a többsége idős asszony volt. És mi volt az, ami végül aztán arra vezetett, hogy ott hagyd ezt a szervezetet? Nem tudom, pedig ezt még előzően az egyik alkalommal azt mondta a pásztor, hogy az egyik, tehát én most nem tudom, az elején volt, de nem is lényeges, hogy ugyan kértem, hogy imádkozzon, értem, gondoltam, hogy még egyszer megpróbáljuk, hát ha mégis, ha odajön az Isten, és meglátogassa a pásztort, és azt, a lényeg az, hogy azt mondta, hogy nem tudom pontosan idézni, hogy mondta, de azt mondta, hogy nem sokára úgy fog tudni ő imádkozni, hogy a betegek sorba fognak állni az ajtó előtt. Hogy mindenkit meg fog gyógyítani. Annak ellenére azt hiszem ez volt az utolsó alkalom, hogy elment. Mert tehát rájöttem, hogy nincs olyan, hogy tehát hogyha az Úr őt szerette volna, vagy ott lett volna, akkor nem mondta volna azt, hogy oké, Géza, várjál, míg a betegeknek 1-2 hónapot, aztán majd meggyógyítod. Ha
az úrval el lett volna, meg tudtam ugye gyógyítani. Már körülbelül az egész, az így másfél-két évig jártanak oda. De közben meg is lettem keresztelve, és nem hoztam el a keresztlevelemet. Ott van nekik. Azt már nem mentem, hogy elhozzam, nem kellett. Ma nem érdekelt. A hit gyülekezetéből merre vitt tovább az utat? Ilyen keresés tekintetében a spirituális út, hogyha fogalmazhatunk. Hát, ennél még csak lenne, azt hiszem, hogy lejjebb. Lenne. Még csak lejjebb az ezotériával. Nem is tudom. Tehát nincs, lehet olyan valfaj az ezotériának, amiből nem olvastam, vagy nem tanultam. Bár mélyebben a villás tanfolyamára, arra, amire rákattantunk, ez a párommal együtt. Aztán néztük, ugye rájöttünk, hogy ahogy ő szokta mondani, hogy nincs ingyen sült galamb, azt mondta, hogy azért nem segít senkinek semmit se. Már egy tájékoztató tanfolyam is, azt hiszem valami 100 lá körül van, valami ilyesmi. És akkor hát, hogy eldöntöttük, hogy elmegyünk a tanfolyamára, és el is mentünk. És kaptunk is kristály tanfolyamot, csináltunk. Nagy semmi. Mert ugye tényleg, hogy nem működik. Semmi. Reggeltől estig ott voltunk. Hát ott volt szó időjárásról, ott a szellőültetésről, az ő külföldi kirándulásairól, mindenről, csak éppen kis tartalomfolyam nem volt. Aztán este, amikor már látta, hogy én főleg olyan betegként, ma sétáltam, jöttem, mentem, de végén így a székbe valahogy így kinéztem a fáradtságtól, akkor egy óra alatt odalökte az összes tudást. És ennyi volt. A tanfolyam tényleg, hogy bár, hogyha valaki megnézne egy ilyen tájékoztató előadását, ez sokkal többet ér a tájékoztató előadás, mint a maga a tanfolyam. Tehát annyira semmi, tehát semmi. Hogyha tényleg, hogy az egész, bár nem mondom, hogy nem működik, nekem nem működött, nem jelenti ezt, hogy senkinek, másnak, de még hogyha működne is, akkor hát alaposabban meg kellettem ténylegesen tanítsa, tehát hogyha azt kellettem tanítani gyakorlattal, levelával, nem, de azért a bejáratnál 500 lehet le kellett tenni. 500 azért lehet. 500 legyen. Hát a kettőnknek... 120 euró. Igen, a kettőnknek azért lej volt. A semmi, tényleg. Kaptunk a végén két kristályt. És mit tanultál tőle, vagy milyen dolgokat tanultál tőle? Semmit, mert lekezelő volt az az egy-két óra is, amit tanított, mert a kristályok sorsvízben voltak, és körbevitték, mindenkinek odaadták, miután fel voltunk világosítva, hogy senkinek semminek tart, úgyhogy nem bizonyítják az, hogy a kristály aktiválása, hanem mi csak fogjuk, mint a hülyék, és akkor ő majd mondja, mit kell csinálni. Hát mondta is. Én nem éreztem semmit az égvilágon. Ugye, amikor a kristály tanfolyamról beszél, ilyen tájékoztató előadáson, akkor azt mondja, hogy ott rögtön, te leszel az Isten, meggyógyulsz, hazamész, meggyógyítod anyád, apád, testvéred, mindenkit. Annyira működik. Úgyhogy én úgy mentem el arra a tanfolyamra, hogy ezt én tényleg elhittem, hogy tényleg én leszek a végre valami jó. Na de, na, semmi nem történt. Egy férfi azt mondta az előadáson, hogy neki fájt a derekos, most nem, de hát nekem is fáj 25 éves, közben fáj, közben meg, tehát ez véletlen is lehetett. És arra emlékszel, hogy mi volt a villásnak a nézőpontja, vagy a véleménye, meglátása Jézusról? Tehát hogyan mutatta be, mert ugye megfigyelhetjük azt, hogy mindenhol van általában szó róla, mindenkinek van egy Jézus képje. Igen. Az mennyire találva a képpel, amit most úgy
kezdesz megismerni a Biblia alapján? 100%-osan más. Tehát ő azért szerette meg, vagy fogadta el, és gondolja úgy, hogy az Úr Jézus neki a haverja, mivel, hogy tehát ő úgy beszél az Úr Jézusról, hogy nagyevő és alkoholista, részeges. És hogy amikor az ára ő jött rá, nem csak úgy, tehát ő ilyen okos, hogy akkor ilyen közelhez a sose volt az Úr Jézus, hogy hát hú, hát ő is ugye nagyevő és részeges, akkor az Úr Jézus is az volt, csak akkor nem, tehát igaz, hogy hallgattam, mert gondoltam, hogy nem tudom, akkor még tényleg azt hittem, hogy előbb-utóbb kapok egy olyan embert, aki segít meggyógyulni. Rosszul esett, tehát rossz volt. Rossz volt már, bár igaz, hogy én nem ismertem az Úr Jézus, de attól még rosszul esett, hogy nem tudom, hogy miért hallgattuk, mert tényleg, hogy annyi tisztelet nem volt benne az Úr Jézussal szemben, mint nem tudom, mind nekünk egy kutyakörkkel szemben. Tehát érted, de nem tudom, hogy melyik magyarázni. Nincs abszolút semmi tisztelet. Érted? Tehát én azon is elgondolkoztam már, hogy egyszerűen hogy nem veszi el az Úr Jézus őt. Érted, hogy tehát egy tanfolyamon, amikor neki rosszul megy, akkor is egy tanfolyamon 100 ember van. Érted? És azokat mind viszi a vesztibe. Hát látod, erre megadta választ, azt mondta, akkor az apostolok megkérdezték, hogy mit csináljanak. Tehát parancsoljanak-e, hogy mit tudom én, azt mondja, hogy a konko és a búza együtt fog növekedni. Mind a kettő megkapja az esőt és a napfényt. És végül a búzát és a konkót külön gyűjtik össze. Konkót elégetik. Igen, csak látod-e, hogy a... Tehát ennek meg kell történnie, mint ahogy mondta. Bocsánat. Szükséges legyenek megbotránkozások, de jaj, aki által lesznek. Mert tudjuk jó, hogy történik egy ilyen külön választódás a világban, hogy minden, ugye a kecskék balra, a bárányok jobbra. Tehát kell, hogy legyen megtévesztés, mert ezáltal méretetik meg az ember, az embernek a jelleme, ugye, hogy mit választ. Melyiket a választja? Igen, csak tudod, így azért emberként gondolsz arra, hogy gondold meg, hogy minden hétvégén tartom folyamat. És tényleg ne legyen több minden tanfolyamon, csak 100 ember. Tehát így emberként én tényleg csak arra tudnék gondolni, hogy nem tudom, mit csinálni, nem tudom. Tudod, a Gavrila bácsinak a szivacsát kölcsön kérném, hogy ő megtérjen. Tehát ne gondold azt, hogy mit tudom én most megvárném, vagy megölném a villást, hanem forduljon az Úr felé, hogy annyi embert ne tegyen ma a tönkre. És akkor tehát nem érzene ezt el is senkivel szemben, akikkel találkoztál mostanig? Nem. A szüleiddel szemben sem most már? A szüleimmel szemben sem. Mama, még valami jutott eszembe kicsiség, de azt is az Úristen segített, és át. Azt hittem, hogy úgy letudtam a gyermekkorom és a szüleimet, de ma még valami feljött, de az is elment. Tehát az nem. És addig más tanfolyamon kívül még mivel találkoztál így a szezotériában? Hát amit itthon lehetett inkább gyakorolni azokat, tehát én... Tehát ami volt a környéken, kipróbáltál mindent? Nagyjából. Igen, de a legtöbbet a hipnózist, tehát azt is a meditációs részét, tehát öngyógyító hipnózisok, vagy nem tudom most már, hogy mondjam, nem jut eszembe hirtelen. Agykontroll is volt, de azt annyira nem, mert azt azért éreztem, hogy az itt az agyamnak hagyjanak már békét. Bár nem gondoltam meg azt, hogy a hipnózis pont arra hat. De inkább hipnózis volt, de azért valamilyen szinten tényleg velem volt az Úr, mert ugye kicsi híja volt, hogy nem mentem bele a regressziós hipnózisba. És azért azt még a villás is elmondta, hogy ott olyan kapukot nyitnak meg, amit aztán utána nem visszacsukni nem lehet. Tehát ott tényleg olyan gonosz erők szabadulnak rá, hogy utána tegyük fel, elmentem volna én gerincbetegséggel, de sokkal rosszabban jártam, és nem tudom, hogy mi, tehát ebben már nem mentem bele. És nem kellett volna én ahhoz udvarhára elmenjek, mert itt is volt egy haverom, aki utaztatott, ő úgy hívta.
és ugye mivel reikim is van, ilyen gazdag vagyok, ugye reikivel is, tehát van az egyes reikivel is tud utoztatni, nem kellett volna regressziós hipnózis. De mondtam szélemérnek. Tehát nyertük reikibeolatást? Kaptál reikibeolatást is? Igen, azt is Csíkszeredába. Azt egy jó haverunktól, tényleg, hogy olyan volt, mint egy testvéri kapcsolat. Uh-huh. Az sem működött egyébként, nem tudom. Én, ahogy megcsináltuk, én szerintem egy húzamból legalább 2 évet csináltam, úgyhogy minden nap, hogyha a szabad időm volt, akkor is, napközben is. Úgy sem működött egy, semmi. De az volt az érdekes, azért álljon meg, mert mégis működik, mert amikor másnak csináltam, az érezte. Csak én nem éreztem semmit, nem is javultam meg semmit. Elképzelhető, hogy valami nem engedte? Tehát ugyanaz az ima nem engedte, hogy... Amivel elmentünk a tanfolyamra. A reiki tanfolyamra, és hogyha nem Istentől való, akkor ne hasson. Tehát így indultál neki mindennek. Mindennek. Indultál neki. Igen, és akkor voltak azért lelki fordulásaim, mert azt gondoltam, hogy itt minden jó, de én mindent árontak azzal, hogy itt kijelentem, hogyha nem tiszta hárő, tehát hogyha nem Istentől való az energia, a fény, az egész, akkor ne érjen, ne érintsen meg, semmi ne történjen. És akkor ugye el sem mondhattam azt, hogy én hogy jövök, tehát nem mész oda egy tanfolyamra, és mondod, hogy jöttem, tanítsál meg, de azért én imádkoztam, hogy úgy jött volna ki, hogy ne tudj megtanítani. Érted? És akkor így magamba kellett gondolkozzak, hogy akkor hogyan tovább. Egyébként ismerős az érzés, mert én is voltam egyszer egy ilyen állapotban, hogy felkínálták számomra, hogy visszautaztatnak az előző nem tudom hány reinkarnációmba. És mondtam, hogy ha már fel van kínálva, hát aztán ajándék ingyen adják. Én is csak annyit mondtam magamban, Istenem, legyen meg a te akaratod. Ha ez tőled van, akkor legyen, ha nem, akkor ne legyen. És nem lett. Nem lett. Tehát nem tudtak visszavinni, vagy nem is kezdhetek neki? Neki kezdtünk, csak semmi nem történt. Mert én is úgy titkon, én fohászkodtam ahhoz, akiben én hittem. Uh-huh. Nem ismertem én sem Istent. De úgy valahogy tehát hittem benne, tudtam, hogy van egy tökéletes teremtő Isten. És mindig, tehát úgy próbáltam élni az életemet, hogy legyen meg a te akaratod. Uh-huh. Tehát mindig próbáltam az ő kezébe helyezni a sorsomat. Én is belementem, el is ott mindenbe, de mindig így imádkoztam, és épp ezért a regresszió nálam sem működött. Uh-huh. Másoknál meg ugye működik. Nagyon sok emberén működik. És van, aki ugye beszámol arról, hogy az előző reinkarnációjában, meg az előtt, hol jár, miket látott. Persze, mint most utólag így megtudtam, hogy azok ilyen démoni megtévesztések, tehát erre van lehetőség. És hogyha valaki megismeri a Bibliát, Istennek a kijelentéseit, akkor nagyjából érti, hogy ez hogyan működik. Uh-huh. Minek tudható be az, hogy bizonyos személyek látják az előző reinkarnációjukat, és mi az, amit ők a reinkarnációnak hisznek. Na de mindegy. Szóval akkor a reikisztélis, a reikivel is. A radiesztézia az, ugye. Tehát az, nem is hallottam én ilyet mostanig. Annyi mindent hallottam, ezt még nem hallottam. Na, az hallottam. Is van. Azt is meséltem neked. Azt igen? Hiszem egy beszélgetésünkről, hogy ugye én már az urat kerestem, már lehet, hogy jó felé jártam, de viszont volt még egy ismerősem, vajon mivel foglalkozott volna, mint pszichotronikával. Plusz, ott még nem tudom, mit kell radiesztézia, plusz nem tudom, utaztatott ő is, de mivel ő magyarországi út, én nem utaztam sehol. Hanem kérdezett ő, tudod, az ő, de tudod, hogy mi az, tudod, így ez a drótpálca. Nem inga, hanem pálca, ilyen vaspálca, részpálca. Úgyhogy az is elég érdekes volt, mert ugye... Egyfajta szellemidézés az is, hogy a szellemek irányítják balra, meg jobbra. Igen. Tehát kérdezés, akkor igen, uh-huh. Nem. Igen. Úgyhogy avval ő engem elutaztatott, tényleg. Vagy 6 héten, vagy 7, vagy 8 hetet beszélgettünk, úgyhogy 2-3 hetente adott nekem feladatokat. Amit nem bántam, mert végül is imákot adott fel, hogy... erősödjek hitben, meg nem tudom, de jó dolgok voltak, megcsináltam, miért ne. Aztán
volt vagy két-három olyan beszélgetés, amikor a pálcától kérdezett, és akkor onnantól lett nem jó. Tudod, ő is kezdte, hogy... Tehát jól kezdődik minden általában, igen, ugye? Igen, igen. De aztán, amikor eléggé felkészültnek talált, akkor, belecsaptunk. Igen, belecsaptunk a dolgokba. És akkor kérdezte a pálcát, és akkor végül is ugye nem engedték a nem tudom milyen szellemei neki, hogy segítsenek, segítsen nekem. De ugye volt szó arról, hogy kérdezte, hogy meg akarom-e tudni, hogy hova, honnan ered a betegségem, és mondtam, hát párszát, hú, ahogy ne. És akkor kezdte, hogy 1700 vagy 1837-ben, vagy valami ilyesmi éltem, és akkor csaló voltam, meg kártyavető, meg ilyen. Segítettem pénzét embereknek, akiknek sok szenvedést okoztam, sőt, talán meg is haltak, meg minden. És mondom, hogy hát ez így jó, de mi lesz vele? És azt mondja, hát mondom, egy őszinte megbánás, akkor mondta, hogy hát igen, ez jó. Na, én őszintén megbántam, bár kacagtam. Nem hittem akkor már az ilyesmiknek, de hát ezek a beszélgetések már a hónapokkal azelőtt meg volt beszélve, hogy ugye fogunk beszélni, és hívott. Nem lehettem, szerintelen kellett beszélgessek vele. És aztán még egy beszélgetést megbeszéltünk, akkor megint hívott, akkor már 1840, valamiben majdnem 1850-ben éltem. Akkor férnél voltam, és volt egy gyermekem. Az én élettársam volt a gyermekem, abban az életben. De rossz életet biztosítottam neki, és meghalt, és a férjem is meghalt azért, mert én rosszul bántam vele, és a férjem mielőtt meghalt volna, nem tudom, több százezer embernek a halálában voltunk kezesek, valamilyen szinten közünk volt hezzá. És akkor, bár tényleg feledékem vagyok, de amíg ilyen fontos dolog azért, mégiscsak eszembe jutott, amíg is. Tehát az előző beszélgetésben, valahol Kínába, Ázsiába, mit tudom én, hol éltem, és utána Afrikába valahol, és mondom, álljon meg a menet. Ha most én voltam, de hát két különböző kontinensen, két különböző dátum, mondom, ez így nem megy. Mondom, úgyhogy... Ugyanabban a reinkarnáció. Persze, mondom, hát az nem megy. Úgyhogy, bár nem akartam megbánt, mert tényleg szimpatikus ember volt, csak akkor, na, még egy kicsit beszélgettünk, csak akkor mondta, hogy... Nem tud segíteni, mert nem engedik meg a szellemei, a fény oldal. És aztán ugye ki mondta, hogy a sötét oldal viszont segít. Mikor meghallgattam, fú, nem, fáradt vagyok, és én mindent kitaláltam, és hogy csak tegyük le a telefont. Aztán tényleg, én szerintem őszintének tűntös sajnálat, hogy nem tudott segíteni. És aztán tehát többet nem mondtam, hogy akkor mi már beszélgettünk, és mondtam, hogy az Úr felé fordultam, és mondom, mivel azért ilyen rég beszélgettünk, minden, mondom, én amikor meg fogok gyógyulni, mert mondom, csodák léteznek, és most már bízok abban, hogy az Úristen él, az Úr Jézus él, segít, hogyha őszinték vagyunk, és azt mondta, hogy is mondta, nem csak, hogy hát felhívhat, azt mondta, nagyon megköszönöm, ha felhív. Tehát így voltunk el, hogy végül is nem kellett veszekedni se sem, mert ez így jó. Tehát mondtad neki, hogy Isten él, az Úr Jézus él. Persze, és hogy felé fordultunk, mert mondom, hogy ezek a beszélgetések nem úgy történtek, hogy ma is, hónap is, hanem most több hét. De így több hét átás, na, miközben van ugye, beszélgettünk, és akkor ugye hallgattam az előtt, mert tehát így sajnos ez egy kicsit így nem volt jó, nagyon nem volt jó, mert párhuzamban néztem a felvételeidét, de viszont ugye vele közben kellett beszélni. De nem tudom, hogy alakult ez így. De így alakult. De megszabadított az úr. Meg se gyógyított az ember, de nem is lett nagyobb baj. Tehát ez itt. És vannak-e emberek, akikkel tartod a kapcsolatot? Ó, van sok, de hát hallod, de én tényleg nem tudnám elmondani, hogy hány. Tehát vannak olyan ismerősek, voltak, bocsánat, Facebookról, hogy napi szinten küldtek, mert vannak olyanok is, amelyek, tehát csak úgy segítnek, nem kell fizetni. Úgyhogy küldnek reiki energiát, pránanadit,
nem tudom, sokféle. És akkor kérheted minden nap az energiát, tehát ezt az Andrea is kütött minden nap. Nem működött az se. És még mai napig vannak ilyen küldözgetések? Nem. Nincs. Letörölt a Facebookját? Nincs Facebookom, tehát... És telefon? Telefonon? Nem adtam meg a telefonszámot lent a senkinek. Az azért annyi... Akkor annyira... elszakadtak ezek a számok. Itt, ahogy a Facebookot kitöröltem, teljesen. Teljesen. És milyen bizonyosságot nyertél a felől, hogy tehát végül is mire jutottál azok után, amin keresztül mentél így mostanig? Hogy egyáltalán miből gondolod azt, hogy hogy ez az út is, ugye említetted Istent meg Jézust, miből gondolt, hogy az út is nem csupán egy újabb mellékvágány, egy újabb téves dolog. Kaptál elfelülten meggyőződést valamilyen formában? Igen. Így, tehát érzed azt, hogy az Úristennek a lelke megérintett? Igen, igen. Tehát, hogyha semmi más nem említenék meg, csak azt, hogy közel 7 évig mindenfélét kipróbáltam, és azt mondták mindig mindenhol, hogy én azért nem érzek semmit, mondták, azért nem érzek semmit, mert vannak ilyen emberek, hogy nem érzik az energiát, amikor az Úr Isten feltölti, vagy az Úr Jézus a fénye. És akkor ugye 6 évig, vagy közel 7 évig nem éreztem semmit, nem változott semmi, hogyha lehet azt mondani, akkor csak mind lenne. Viszont amióta tudom, hogy az Úr Jézus él, és segít az, aki azon, aki odafordul, ez a tiszta szívű, most zavarba jöttem. De tehát most annyi változás van, hogy egy hónapja, másfél hónapja körülbelül, hogy ott a 7 év alatt nem történt semmi. Akkor, tehát ez nem egy mellékút lesz. Tehát ez végleges lesz. Több történt minden? Több jó történt, igen. Mind ott a 7 év alatt, közel 7 év alatt. Nem, itt nincs olyan. Hogy, tehát ez a végleges szerelem. Ez nem lesz más. És akkor most hogyan állsz hozzá a betegséghez, Ibolya? Tehát, hogy mi az, amit a leginkább szeretnél, vagy milyen a viszonyulásod a betegség kérdéséhez, a fizikai erőtlenség kérdéséhez? Igazából az van most a fejemben, hogy olyan sokszor mondták, hogy nem fog meggyógyulni, hogy tényleg, hogy ez azért még ott van egy kicsit a fejemben, hogy tényleg lehetetlen, tényleg olyan veszélyes, tényleg olyan kezelhetetlen betegség, hogy ezt nem tudnám azt mondani, hogy ezt tényleg ki tudnám törölni ilyen egyből a fejemből. Tehát az még ott van, még egy kicsit. De mivel az Úristennek semmi nem lehetetlen, meggyógyulhatok. Viszont ezt is komolyan mondtam, hogy ha nem gyógyulok meg, akkor se térek el innen. Az Úristen mellő, nem. Itt van, tényleg, hogy itt maradok. Ha nem gyógyulok meg, akkor érzem, tudom, hogy ad az Úristen. Így fogok eltemetni. Nem, akkor egészségesen. Nézd, hogyha nem gyógyulok meg, akkor szerintem kegyelmes az Úristen, és ad akkor elég erőt elviselni. Türelmet. Hát a gyógyulás az is úgyis meg fog történni. Testileg. Meglássuk, lelkileg biztos. Lelkileg. Azt már most érzem. Lelkileg. Lelkileg. És ha választhatnál a két gyógyulás közül, te csak egyiket választanál, akkor melyiket választanád kettő közül? A lelki gyógyulást. A lelki gyógyulást, mert a betegség az egy olyan 15 év előtt ilyen rossz, viszont a lelkim születésén pillanatot. Érzem, hogy szerencsétlen a lelkim, érted? Tehát, nem. Hogyha csak ennyire gyógyítsa is meg, így marad a lelkem is, még akkor se vissza. Érted? Tehát amikor, tehát mennyire butának kell lenni ahhoz, hogy a mocsokba nézel és visszamenjél. Tehát nem. Itt maradok, Levike, jó itt nekem. Az Úr mellett. Áldott legyen az én nevem. Tehát maradok. Maradok az Úr Jézussal, mert azért az a sok, mert azért nem mondom, mert nagyon-nagyon kemény csapda volt, mert ugye
valahogy olyan volt, mintha a kezembe a telefon belé nőtt volna. Nem azért, mert ez komoly, hogy vagy az utóbbi két évben, legalább két év olyan volt, hogy tudtam, nem működik Attila. De úgy is elvettem a telefont, és úgy is, hát ha mégis kapok valamit. Hát s kaptam, csak nem ott. Tehát tudod, hogy nem működik, de úgy is a kezedben ott van ez a telefon, keresed, hogy hát ha. Tehát nem. Oda-vissza nem, biztos. Nem, azért egy kicsit félek, tudod, de én nem márném megkockáztatni azt, hogy én most Facebookot csináljak. Nem. Bár, lehet, hogy nem lenne baj, megmondom miért, gondolom, nem tudom, csak gondolom, hogy YouTube-ról is ugye, legalább 400-ről iratkoztam le. Úgy képzeld el, hogy én feliratkoztam, 400. Legalább. 400 feliratkozásom volt. Legalább. És amíg Csabi itt volt, ugye együtt voltunk, és azt mondja, ha még van. De nem is tudtam, tudod-e miért? Mert hogyha nem nyitott meg valakinek a videóit, egy idő után nem küldnek sem értesítőt, semmit. És ott kacagtuk Csabival, hogy egy csomó olyan csatorna volt, hogy már nem létezett. De én fel voltam iratkozva. Akkor volt, amit semlegesítse, hát Istennek a kegyelme a fejedben, ugye? Azért volt, vagy... Lelkedben. Volt, vagy 30-40 olyan csatorna, amit rendszeresen látogattam. Főként meditációs csoportok, zenás, vezetett meditációs, hipnózis, ilyen... azért látogattam, Jocska. De nem fajt. Kitörültem, és kész. És akkor gondoltam, hogy ha vissza akarok nézni, tudom én fejből is. De tudod mit? Nem mentem vissza. Nem, egyszer se sehova. Úgyhogy szerintem, hogyha visszairatkoznék a Facebookra, amit nem lehet, mert az már ki van törölve, az a fiók legalábbis, ahol rengeteg, hát a... Na, az kemény volt a Facebook, tehát ott nem is tudom, hogy hány ismerősen volt, és az ott még durvább volt, ugye, mert ott napi szinten írogattunk. Hogyha belé gondolok, az, hogy ilyen zavarodott a közben a gondolkozásom, sok köze lehet. Megmondod, napi 4-5 órát Facebook, napi mit tudom, hány óra YouTube. Nem tudom. És az ott mind azért információ. Lelakódnak ott az ellenében. Ez az volt az ellenében. És érzed azt, hogy Istennek a kegyelme ezt rendre így leépíti ezeket a magaslatokat, ezeket a információkat úgy tudja semlegesíteni, vagy egyáltalán mit éltél meg Ibolyai mostanig így Istennel, tehát milyen bizonyosságot nyertél arról, hogy ő foglalkozik veled, és ő formál tégedet, és ő még mindig, mint édesatya a tékozdó lányt visszavárja és segít neki? Tehát azt nem mondom, hogy nem volt, nem hiányzott például a Facebook fiók, de az nem az én... Nem, én voltam olyan okos, nem én oldottam olyan jól meg, hogy nem mentem vissza, mert ugye azt tudjuk, hogy kiterülött, de még egy hónapig ott van a fiók. Tehát, na de ezt nem én voltam annyira ügyes, hogy elhatározott, mert hát nem is volt, különösebben nekem nincs jó akaratom, tehát olyan kitartásom. Úgyhogy én simán visszamentem volna a Facebookra, tehát azt se én csináltam, az... Biztos, hogy az Úristen szabadított meg tőle, tehát nem más, tehát nem én voltam olyan ügyes. Ugye a YouTube-val is egy-két csatornát nézek, ennyi. Amikor imádkozok, az a szeretet, amit érzek olyankor, tehát például a villás tanfolyamon nem sírtam, vagy a csajok után, amelyikek tanítottak, nem sírtam, hogy már csak meg idejönnének, vagy megérintenének, de az, amikor az Úr Jézusról vagy gondolkozol, érzed a szívedbe a szerelmet, na ez nem adta az ezotériás, nem is fogja. Tehát ez is elég nekem, tényleg. Tehát én most már jó így, tényleg jó így. Nem. Itt maradok, s kész, nincs más, mit mondjak. És az ugye, hogy még visszatérve ugyan az ezotériára egy kicsit, hogy
Igen, én az összes szemetet, amit csináltam, van urambocsás, meg a meditációk, az arról szóltak, hogy én azt akartam, hogy én állítsam le a gondolkozásomba azt a rengeteg szomorúságot, fájdalmat, szerencsétlenséget. Tehát ne kelljen én örökké aggodalmaskodjak, szenvedjek. 6 év alatt nem jött össze, napi szinten 2-3-4-szer meditáltam, nem jött össze, és most meg reggeltől estig arra gondolok, akire én akarok. Ilyen egyszerű ez az óra. Tehát én reggel felébredek, és a fejemben van az Úr Jézus, tehát a szívemben, pontosabban már nem a fejemben, és kértem is, de ezt sem én csinálom, ezt is ő csinálja az Úr Jézus, hogy tényleg annyira kitisztultak a gondolataim olyan téren, hogy ma nem azon gondolkozok például, hogy vajon most legközelebb melyik családtagom hal meg, vajon én meghalok-e, vajon, és nem szenvedek reggeltől estig, nincs ez a sok-mocsok szerencsétlenség, boldogtalanság a fejemben, most mit mondjak? Ezt ki csinálta? Hát nem az ezotéria, érted? Tehát ezt az Úr Jézus csinálta. És tennap éppen és mondtam... És meg kell fizessél értem? Semmit. Itt nincs hát tanfolyam. Ajándékokat? Igen, ez tiszta ajándék, és képzeld el, hogy még működik. Még működik is. Tehát még működik is. Ő azt tehát, mondta, hogy ingyen vetitek, ingyen adjátok. És plusz mondom, tehát még lehet napi szinten, tehát hogyha olyan, ugye azt is megkaptam, hogy ha valaki olyan tárgyalok, beszélgetek, akit az előtt féltem, vagy bármi, akkor kérem az Úr Jézus, hogy ő vezesse azt, ő mondja meg, hogy mit mondhatok, mit mondjak, hogy ne legyen, ne fajuljon veszekedésbe egy beszélgetés, és eddig még nem csalódtam. Tehát akivel azelőtt 2-3 perc vagy 10 perc után veszekedtünk, itt most már akar órákat beszélgetünk, és nincs veszekedés. Hogyha kérem előre, tehát tényleg kell kérni. Ő azt mondta, hogy békességet adok néktek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja, ahogy a tanfolyamok, az iskolák, a vallások adják. Igen. Az én békémet adom néktek, de nem úgy adom, hogy a világ adja. Tehát ezek igen. Szerint akkor csak működik, tehát nem hallott. Ő nem csak mondja. Nem füllentett. Ő nem csak mondja, és képzeld, hogy nem is kell pénzt adja, se érte, és mondja, és történik. Mondja, és úgy történik, ahogy mondja, tehát. Akkor valóban ő az igen. Igen. Az életnek az igéje. Igen. Ő az élet maga. Az én részemre, tehát ma sajt nem tudok beszélgetni, de nekem ő az élet, tehát. Kedves Ivolya, nekem másodszor is élmény volt meghallgatni a történeteledet, és az, hogy tényleg mennyire szépen még ebből is látszik, már az életednek az első feléből is látszik, hogy Isten mennyire dicsőséges. Uh-huh. Tehát úgy is gondolat viselte, hogy nem ismerted őt, igen. Az ő szerelmét nem viszonoztat, igen. És úgy sem hagyott el, és tudta, hogy találkozni fogtok. Igen. És ez mind ránk is érvényes. Igen. Valamit így üzennél azoknak, akik megnézik ezt a videót, van-e üzenetet, vagy mit mondanál így teljesen spontánul? Őszintén mondom, tényleg, őszintén bánok mindent, amiben belekeveredtem. Tiszta szívemből kívánom, hogy bárcsak senki ne keveredne bele az ezotériába, főleg abba. De azért az ilyen hittülibeses idesebb, tehát ezek is mind csapda. És a baj az, hogy azt mondja az ember, hogy ó, hát csak 1 évet, ó, csak 2 évet, de az alatt a 2 év alatt nap, mint nap annyi fertőt felszed egy ember, annyi mérgezi az ember a saját lelkit, és egy idő után, amikor már kezdére jönni, hogy nem jó helyen jársz, és még úgy is mész, na, az már tényleg durva. De addigra már úgy átmossák az embernek az agyát, hogy hát mindenki más mér, hát nekem is ott a helyen. Így gondolkoznak az emberek. Mm-hmm. Sajnos. Kihozott az Úristen mindenből, és azért tényleg őszintén hálás vagyok az Úristennek. Mindenhol, tehát a Gyülibe mondták, hogy így Úr Jézus, úgy ér Jézus, de ott nem volt. Ott ő nem volt. Mert most, hogyha őszintén akarok én az Úr Jézushoz szólni, nem kell egy 2x2 négyzetméteres monitorról olvassam a nevét, vagy
az éneket, hogy ott tapsoljunk, és előható monitorat, hanem Uram, bocsáss meg, az Úr Jézus nem bohóc, hogy táncolni jött volna nekünk. Nem. Nem kell semmi mocsok. Egy csendes óra, kettő kell szólni az Úrhoz, Jenő. Azt mondja, hogy imé az ajtó előtt állok, és zörgetek. Valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót. Bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és én velem. És ez ugye egy személyes kapcsolat, tehát ibolja az élő bizonság arra, hogy tehát ő is egy nagyon szép bizonság arra, hogy ez a személyes kapcsolat valóban létezik. És ugye amit mondott a pápa sajnos, hogy az Úr Jézussal való kapcsolat, személyes kapcsolat veszélyes és ártalmas, az nem igaz. Nem neheztelünk rá senkire sem. Nem neheztel is sem mondjuk, amit mondunk, de örömmel is, hálával, háladással mondjuk el mindenkinek, hogy az Úr Jézus nem csupán meghalt, hanem fel is támadt. Ő egy élő valóság, és ő tényleg azt mondta, hogy kínál az ajtó előtt, a szívünk ajtó előtt is zörget. És aki megnyitja az ajtót, beengedi őt, megtapasztalja az ő élő valóságát, mindenféle vallás, mindenféle tanfolyam nélkül, és olyan békessége lesz, amilyen nem volt korábban, főképp miután őszintén megbánta minden bűnét, a kereszt elé vitte a bűneit, és engedte, hogy a világ megváltója megszabadítsa attól súlyos tehertől, amit cipelt egy életen keresztül, amíg a világban kereste a boldogságot, a boldogulást. Jézusék is énekeltek Zsoltárt az apostolokkal, a tanítványaival. Hiszem, hogy néha helye van a szép éneknek, a dicsőítésnek, és az is ad egy felszabadító érzést. De elsősorban Jézus azt mondta, hogy mivel én megtartottam az atyámnak a beszédeit, a parancsolatait, ezért megmaradtam az ő szeretetében. Ezért, ha mi is megtartjuk az ő beszédét, mi is megmaradunk az ő szeretetében. És ez kellene az alap legyen. Az igazság, ami felszabadít, megszabadít. Hát igen. Tehát a pápának, pápa szerint lehet veszélyes Jézus Krisztussal való kapcsolat, de ránézve, mert hogyha minden ember kockáztatna és kapcsolata lenne az Úr Jézussal, a pápa egyedül maradna. Igen. Valószínűleg azért veszélyes neki, hogy nem maradjon egyedül, mert nem lesz igaz, kitirányítani. Igaz, végül is bizonyos szempontból igaz, amit mondott, csak nem úgy igaz, mint ahogy nagyon sokan azt gondolják. Úgyhogy mindenkit arra bátorítok én is, és mindannyian, hogy próbálják ki az igazi szerelmet. Igen. Az igazi vőlegény nem fog megcsalni. Amit ő mondott, azt meg is tartja, le is tartja. És az a békesség, az valóságos, amit ő ad, miután hozzáfordultunk és tiszta szívvel megbántuk a tévedéseinket, bűneinket, és megkértük őt, hogy legyen a mi életünk ura, vegye át az irányítást, mert mi bízunk benne. Mert hogyha feltámadt, akkor az tényleg az bizonyítja, hogy neki hatalma van a halál fölött, legyőzte a halált, és örök életre hív mindenkit, aki hallja az ő szavát, és örömmel fogadja. Valahol lehet olvasni, úgy mondja, hogy mélységes titkot mondok. A fiú elhagyja az anyját és az apját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testi, egy lélekké. De ez most Jézus Krisztusra és az eklézsiára, a gyülekezetre érte. Hogy ő elhagyta a mennyei királyságot, érettünk, és mindenét nekünk adta, az életét, hogy mi megtisztulhassunk az övére által, az ő beszéde által, és egy örökön életen át vele legyünk. Ennél szebb nincs. Igen, csak vagy túl sok minden van, ami elvonja a figyelmünket róla. Ami megpróbálja elvonni a figyelmünket. Sokaknak el is vonja. Sokan igen. Sokaknak el is vonja, azért meggondoltál, hogy nekem is. Péternek is elvontanát, ott belesett, süllyedni kezdett a tengerbe, mikor már nem ráfigyelt, süllyed bele a tengerbe vissza. Úgyhogy mi dolgunk az, hogyha már döntöttünk, akkor ránézünk.
és ő tényleg hű a szavához, megtart bennünket. Tehát az, akinek végleg nem sikerül rátalálni, de az is rossz, de mondod el nekem is, tehát én is mióta kezdtem, tehát 20 éves, 21 éves korom óta erre felé kezdtem. Ugye, mert körülbelül 20 éves körül voltam, amikor rájöttünk a katolikus egyháztól, és akkor azért számol meg most közel 50 éves, vagy 30 év, azért mennyire butának kellett lenni 30 évet keresni azt, ami ott volt előtte. Istenem, irgalmas. Ó. 30 év. Na, ez van. De itt vagyok. Mert részemről azt kívánom neked, hogy és mindannyiunk számára, hogy ettől arrafele az Úristenek a kegyelme még inkább megmutatkozna a te életedben, hogy aki rád néz a te bizonságodra, a te békédre, megkívánja azt is szabadulás nyelven általa. Köszönöm, hogy elmondtad, amit elmondtál. Én köszönöm, hogy itt voltatok. És őszintén bízom benne, hogy még rajtunk kívül néhány ember számára ez építő lesz, megkívánja Isten országát, ezt a szerelmi kapcsolatot az Úr Jézussal. Isten áldja mindenkit. Sziasztok! Sziasztok!